A menekültügyi eljárások mellett az LMBTQ közösségekkel szembeni diszkrimináció jelent jogállamisági problémát Magyarországon. Emelte ki budapesti látogatása végén az Európai Bizottság jogérvényesüléséért felelős biztosa. Didier Renders szerint az Európai Bizottság azt szeretné, ha minden tagállamban javulna a jogállamisági helyzet, ezért látogatja körbe a különböző uniós országokat, köztük Magyarországot is. Szeretném világossá tenni, hogy az teljesen normális, ha egy kormány nem ért egyet a bizottsággal. Ez mindig így van, sok nézeteltérés van a különböző tagállamok és a bizottság között. A folyamat végén azonban, amikor az Európai Bíróság elé visszük az ügyet, és a bíróság döntést is hoz, akkor az egy kötelező érvényű döntés mindenki számára, mondta Renders. Az uniós biztos azt mondta, minden tagállam felé vannak észrevételeik, megállapításaik. Jövőre pedig már konkrét ajánlásokat is fognak tenni a jogállamisági kérdésekben. Biztosak vagyunk benne, hogy az embereket szexuális irányultságuk miatt diszkriminálják Magyarországon. Ezért tárgyaltam az igazságügyi miniszterrel, és a parlamentnek is elmagyaráztam, hogy szeretnénk, ha a legutóbbi törvényt megváltoztatnák. Mert biztosak vagyunk benne, hogy az uniós jogot sérti. Gondolok itt az audiovizuális tartalmak vagy a könyvek szabad terjesztésére. Tette hozzá az uniós biztos, aki budapesti látogatása során találkozott Varga Judit igazságügyi miniszterrel, az Alkotmánybíróság a Kúria és az Országgyűlés vezetőivel, civil szervezetek képviselőivel, illetve Márkizai Péter ellenzéki miniszterelnök jelöltel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel is. A látogatások alapján a bizottság álláspontja a nyáron kiadott jogállamisági jelentésben megfogalmazottakhoz képest nem változott.